Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Csúcskategóriás CT Pécsen a koronavírus elleni vizsgálatokat segíti az új berendezés. Átadták a modernizált orvosi rendelőt Hirden, a létesítményt pályázati forrásból újították fel. Új játékossal erősített a Pink Pécs, a 18 éves erőcsatár hamarosan együtt kezdi a csapattal a felkészülést. Csúcskategóriás CT készülék áll munkába Pécsen, a klinikai központ új képalkotó berendezését pénteken adták át. A Pécsi Tudományegyetem a koronavírus járvány megfékezésében jelentős szerepet vállalt, ezért támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma a járvány elleni védekezési alapból a CT készülék megvásárlását, amivel kimutathatóak a koronavírus fertőzésre jellemző elváltozások. A legmodernebb technikát alkalmazza ez a kombutertomográf, vagyis röviden CT berendezés, amelyel a belső szervek elváltozásai térképezhetők fel. A koronavírus ellátó központ a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának Rákóczi úti épületében, vagy ahogy a pécsiek ismerik, a régi megyei kórházban kapott helyet, ám itt eddig nem volt CT készülék. Márpedig a vírus felkutatásában nagy szerepet kaphat a modern képalkotó diagnosztika. Nekünk feladatunk az, hogy biztosítsuk humán erőforrás vonatkozásában az itt lakók számára, az ideérkezők számára, hogy a lehető legmagasabb szinten tudjuk az ellátást biztosítani. Ez a készülék optimalizálni tudja ezt az ellátást azáltal, hogy egy helyen tudjuk ezen ellátásokat, ami a diagnosztikának a csúcsát tudja jelenteni, ezen beteg ellátásban együttesen jelen szinten biztosítani. A berendezés kisebb sugárterhelés mellett gyorsabban dolgozik, mint az eddig használt CT-k, ezért több beteget tudnak diagnosztizálni a segítségével. Az orvostudomány tényleg rohamléptekkel fejlődik, és azok a műszerek, amiket mondjuk 7-8-10 éve vásároltunk, bizony-bizony mára amortizálódtak. A digitalizáció, a technikai fejlődés szükségessé teszi azt, hogy időről időre ezt a műszerállományt lecseréljük. Ennek egyik fontos lépése volt ez a lépés, és ha minden jól megy, akkor a közeli jövőben egy másik CT cseréjére is sor kerülhet. A PTE jelentős szerepet vállalt a koronavírus járvány megfékezésében, ezért támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma a járvány elleni védekezési alapból a CT készülék megvásárlását. A felkészülésünk, a védekezésünk az nem lehetne eredményes az megfelelő orvosi eszközök, felszerelések nélkül. Éppen ezért önmagán túlmutató jelentőségű, hogy a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ orvosi képalkotó klinikáján helyet kapó új CT beszerzésére is sor került. Ez egy jelentős előrelépés a koronavírus elleni küzdelemben is. A modern orvosi eszköz számos területen támogatja a társklinikák működését a fekvő és a járóbeteg ellátásban egyaránt. A kapacitás bővülés miatt a jövőben több onkológiai és kardiológiai vizsgálatot végeznek, ezzel csökken a várakozási idő. A csúcskategóriás CT az Országos Népegészségügyi Tüdőszűrő Program vizsgálataiban is komoly szerepet kap. Átadták az új háziorvosi rendelőt Hirden. Pécs város önkormányzata pályázati finanszírozásból újította fel a védőnői és gyermekorvosi rendelőt, ahol ezentúl ideális körülmények között tudják ellátni a legkisebbeket. Egyebek mellett elkészült az épület teljes körű energetikai korszerűsítése és villamos technikai rekonstrukciója is. Az önkormányzat az egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Pécset című pályázaton mintegy 690 millió forintos támogatáshoz jutott. Ebből az összegből több városi rendelő felújítását valósították meg. A pályázatot még az előző városvezetés nyújtotta be, ezt folytatja a mostani önkormányzat. Ennek keretében most a Hirdi Zengő utcai rendelőt újították fel, így most már egy modern, akadálymentes létesítmény fogadja a legkisebbeket. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy felelőssége a városvezetésnek, hogy minden városrészre koncentráljon, és igyekezzen helyzetbe hozni azokat is, amelyek az úgynevezett peremkerületek. Pécs-Kelet életében ez a Hirdi orvosi rendelő átadása azt gondolom, hogy nagy jelentőséggel bír, hiszen 21. századi körülményeket kapnak az itt praktizáló orvosok, védőnő, illetve természetesen a páciensek is.
A munkálatok során a kivitelezést végző cég lecserélte a komplett villamostechnikai berendezést, valamint az épület energetikai korszerűsítését is elvégezték. Kicserélték az elhasználódott nyilászárókat is, és új beltéri berendezéseket helyeztek el a mintegy 100 négyzetméteres rendelőben. 2020. január elején indultak a munkálatok, fél éves időszakról beszélünk a kivitelezésről, és így június végén a műszaki átadás is meg tudott valósulni. Jelen pillanatban használatvétel engedély van folyamatban, remélhetőleg egy két héten belül megkapjuk a hatóságtól használatvétel engedélyt, és szeptember elején meg is indulhat a munkák. A projekt során nem csak az Engő utcai rendelő rekonstrukciója fejeződött be. Korábban már felújították a Vasas B utcában, a Pázsit utcában, az Újhegyi főtéren, a Mikszáth Kálmán utcában, valamint a Bitner Alajos utcában található létesítményeket is. Dínyével várják a pécsi véradókat. A Pécsi Regionális Vérellátó Központban augusztus 2. és 9-e között is lehetőség van véradásra. Ráadásul egy-egy alkalmon ajándékot is kapnak a segítők. Augusztus 6-án a víradókat egy mézédes ormánsági dinnyével ajándékozzák meg. Augusztus 10-én külső helyszínen a pécsi vasútállomás várótermében lehet vért adni, 10 és 12 óra között. A szervezők minden víradót ajándékkal várnak. Víradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65. Első víradók esetén a felső korhatár 60 év, testsúlya eléri az 50 kilót. A szervezők kérik, hogy a víradók vigyék magukkal a személyigazolványukat, lakcím és tajkártyájukat. Megváltozott a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának neve. Augusztus 1-től a kar elnevezése Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar lett. A változtatást megszavazó egyetemi szenátus szerint az elmúlt években a társadalomtudományi szakok hallgatói létszáma olyan mértékben nőtt, hogy a névváltoztatás már szükségszerűvé vált. Ezzel az intézkedéssel a továbbiakban szeretnék elősegíteni, hogy a Tudományegyetem leendő partnerei, akik a társadalomtudományos képzések mentén keresnek kapcsolatot, könnyebben megtalálják a Pécsi Egyetemet. A névváltozással egy időben megújul a kar arculata is, mobiltelefonra optimalizált, könnyen áttekinthető, kereső barát weboldallal várják a látogatókat. És most sport. 18 éves játékossal erősített a Pink Pécs. Az eddig is nyíltan fiatalokból építkező kosárlabda klub ezúttal Borbás Pannit szerződtette a PVSK ifi csapatából. A játékos már csatlakozott az első osztályú egyesület keretéhez, amellyel hamarosan megkezdi a felkészülést. Az egyik legnagyobb pécsi ígéretnek számító, mindössze 18 éves Borbás Panni megkötötte első profi szerződését a Pink Pécsi 424 női kosárlabdaklubbal. Panni a PVSK Akadémia ranglétráját járta végig, és edzői szerint 18 éves korára már elérte azt a szintet, hogy szerepelhet az NB1 A-s csapatban. A fiatal játékos eddig a Pink amatőr csapatában lépett pályára, most azonban ő is felkészültnek érzi magát, és alig várja, hogy kipróbálhassa magát a legmagasabb szinten. Szerencsére a PVSK tart nekünk edzéseket így nyáron, szóval itt bírok ugye edzésre kerülni többre, és fejben már felkészülnek érzem magam, otthon szoktam erősíteni, szoktunk néha futni eljárni, szóval így fizikálisan próbálok felkészülteni. A felkészülési időszakban Panni az ifi csapattal is edz, hogy minél jobb formában lendüljön a szezon kezdetre. A 3-as és 4-es poszton is bevethető sportoló minden gyakorlatot maximális erőbedobással igyekszik teljesíteni. Természetesen már vannak kitűzött céljai a következő idényre, mindenképpen szeretne hasznos tagja lenni újdonsült csapatának. Sajnos az NB1-es csapatban még nem sikerült ugye bemutatkoznom a pályán, és szeretnék egy meccsen játszani, ami nagyon jó lenne. A pandémia miatt a Pink nem esett ki a másodosztályba, így a felkészülési szezon után ismét az NB1 A-ban bizonyíthatnak Ványa Milikovics tanítványai. Borbás Panni ekkor már biztosan a keret tagja lesz, a későbbiekben pedig az is kiderül, mennyi játék lehetőséget kap majd a fiatal tehetség. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Csúcskategóriás CT Pécsen a koronavírus elleni vizsgálatokat segíti az új berendezés. Átadták a modernizált orvosi rendelőt Hirden, a létesítményt pályázati forrásból újították fel. Új játékossal erősített a Pink Pécs, a 18 éves erőcsatár hamarosan együtt kezdi a csapattal a felkészülést.
Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Folytatódik a hűvös csapadékos idő térségünkben. Az esti órákban további záporokra, zivatarokra készülhetünk. A hőmérséklet 18 fokig hűl le. Szerdán túlnyomóan borult, esős időnk lesz. Az északi és szelet több helyen erős, viharos lökések kísérik. A hőmérséklet a reggeli órákban 17, napközben 23 fok közelében alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, viszontlátásra!